A gyakorlás kedvéért megmutatjuk még egyszer az első fél időben látott találatokat, hiszen félbeszakítottuk a reakciót az imént. Skembri első gólja. Azt hiszem, ezt nem elég egyszer látni. Igen. Többször kell látni, nagyon szép a támadás is. Ebből lehet tanulni például a védekezésnél, a helyezkedésnél, de hogy Skembri megcsinálta a cselet, és utána balal eltekerte, az gyönyörű. Ez pedig egy Heinz gólpassz, nem akármilyen. Más kérdés, hogy nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy Skembri lesen volt, egy gyanús az eset, gyönyörű a befejezés ugyanakkor. Igen, tökéletes bal külsővel, szenzációs a labda, valóban mert lehetne vitatkozni rajta, de mivel nem egyértelmű, viszont hát a befejezés, hát ez gyönyörű, csodálatos. Ezt, hogyha valahol az európai bajnokságokban történik, akkor egy hétig mutogatják. Hát nem elképzelhetetlen, hogy Skembri ott is szerez majd hasonló gólt, ahogy hallhattuk a híreket, a vele kapcsolatban érdeklődők neveit. Heinz gólja aztán egy remek szűcsvédés követően a védőkkel szemben ő szerzi meg a kipattanót, és be is vágja azt. Röviddel utána jön az ötödik gól, ez azonban még egyszer úgy látom, hogy Morales találata. Kétségkívül szép volt, elmondtuk, amit el lehetett róla. Tóth egyébként egészen bekísérte a jobb szélről, ugyanakkor úgy vette át Morales a labdát, hogy esélyt nem adott a védőnek, hogy közbeavatkozzon. Igen, tökéletes a labdát, kétel. Azzal egy ütemet már nyert a védővel szembe, és utána már nem volt kérdés. Na itt van Andrezinho, újabb remek passza, és Skembri meglép német mellől. Szép gól ez is. Igen, nagyon szép, és itt megint a beindulás. Tehát, és az ütembe kapott labda. Tökéletes. Hát ennél jobban nem lehet berúgni. Látványos gólokat szerzett tehát Skembri.